Köszöntöm polgármester urat stúdiónkban. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Jó napot kívánok a televízió nézőknek is. Nézzük akkor, hogy milyen kérdéseket küldtek be szerkesztőségünkhöz. Sokan tették fel a kérdést, hogy mikorra várható a katolikus városrészen a kocsi beállók teljes rekonstrukciója, illetve hogy mit is jelent ez pontosan. Ez egy csapadékvíz rekonstrukciós beruházás, amelyhez talán fogalmazhatok úgy, hogy az utolsó pillanatban jutott hozzá az önkormányzat, jutott hozzá a város, hiszen egy top pluszos beruházásról van szó, amely egy úgynevezett visszahulló forrásként kerülhetett lehívásra az önkormányzat számára. A rohamunkában kellett dolgoznunk, hiszen maga a tervezési folyamat, a közbeszerzési eljárás, majd maga a kivitelezés bele kellett, hogy férjen másfél évbe. Ez normál esetben 3-3,5 év, úgyhogy mi ezt próbáltuk meggyorsítani, és lehetőség szerint nem elengedni, hiszen közel 1 milliárd forintos beruházásról van szó. Megterveztük, hogy az engedélyeket beszereztük, elindult a közbeszerzési eljárás, majd a kivitelezés. Itt nagyon fontos lépcső volt az, hogy év végére magát a árok rekonstrukciós részt mindenképpen be kellett fejezni. Ezután indult el a helyreállítási folyamat, amely természetes, hogy az időjárás is közbeszólt, tehát még napjainkban is tart, már a végéhez közeledik. A kivitelezővel egyeztettünk, bejártuk közösen a teljes szakaszt, ami nagyjából 5 kilométer árkot jelent egyébként ebben a beruházásban. Bejártuk, megbeszéltük azokat a sarokpontokat, azokat a hibákat, amelyeket utólag el kell végeznie, vagy esetleg javítania kell. Úgyhogy nagyjából egy hónap az, amire teljesen a végére fog érni a beruházó. Természetesen, hogy vannak még elmaradó helyek, úgyhogy mindenképpen egy kis türelmet kérnék. A legfontosabb az, hogy azok a bejárók, kocsibejárók, kiskapubejárók helyreálljanak, amelyet a lakosság használ. Ugye a kivitelezés elején fotó készült, videófelvétel minden egyes bontásra kerülő szakaszról, tehát tudjuk azt nyomon követni, mi az önkormányzat és természetesen a fővállalkozó is, hogy mi az, amit helyre kell állítani, és milyen szinten kell helyreállítania. Egyébként ezt maga a lakosság is meg tudja nézni, hiszen a Google utca térképe az gyakorlatilag megmutatja a 2023 évelei állapotot, tehát látja mindenki azt föllépve az internetre, hogy milyen volt a kapubejáró, és jelenleg milyen. Ha a kettő között eltérés van, akkor természetes ezt a kivitelezőnek javítania kell. Találtunk ilyen hibát, elismerte a kivitelező, természetes, hogy javítani fogja. Van a pályázatnak egy olyan része, amely további fejlesztést igényel majd, hiszen megnéztük azt, hogy azok az utcák, azok a köves utak, amelyek tönkrementek a kivitelezés során, azokat is helyre kell állítani valamilyen forrásból. Ennek egy része a kivitelezőt terheli, egy része pedig majd az önkormányzatot, amikor befejeződik a teljes helyreállítás. Szeretnénk kapcsolni hozzá további fejlesztéseket is. Azokon a részeken, ahol tudunk parkosítani, ott természetesen parkosítani fogunk, fákat fogunk tudni ültetni, és a lakosság igényeit is, hogyha ilyen jellegű lesz, akkor megpróbáljuk kielégíteni. Illetve a sistaki rész az még egy következő lépcső, hiszen a koncepció tervben foglalkoztunk azzal, hogy a víztározó és annak környéke hogyan kell majd, hogy kinézzen. Nyilván ez egy hosszabb folyamat lesz még. Érkezett be kérdés a kedvezményes szennyvízgerinc hálózathoz történő csatlakozással kapcsolatban is. Lesz-e újabb lehetőség ilyenre? Illetve aki szeretne élni a lehetőséggel, hogyan lehet erre igényt benyújtani? Mire számíthat? És lehet-e olyat tudni, hogy városunkban hány háztartás nincs még csatlakozva a szennyvízhálózathoz? A szennyvíz kérdést két részre szükséges bontani, ahogy többször is mondtam, hiszen egyfajta főgerinc felújítási pályázat fog kerülni megvalósításra, amelynek ugye a tervezési részén túl vagyunk. Benyújtottuk a készterveket Magyarország kormányának támogatásra. Ez meg is jelent egyébként a kormány támogatásában, hiszen a magyar közlönyben megjelent az a számunkra kedvező hír,
hogy a következő uniós pályázati ciklusban ezt mindenképpen támogatni szükséges. Ja, ha ez a főgerinc elkészült, akkor lehet igazából majd megnézni azt, hogy a hiányzó főgerincek és az arra való rákötés az milyen szinten lehetséges. Ez az egyik része. A másik, amelyet tavaly év folyamán indított el, illetve 22 végén az önkormányzat, amely helyi forrásból, tehát önkormányzati saját forrásból, nyilván itt a TRV-vel, mint üzemben tartóval egyeztetve, lehetővé tette azt, hogy a háztartások kedvezményesen tudjanak kapcsolódni a már meglévő gerinchálózathoz. Nagyon sokan éltek ezzel a lehetőséggel, jelenleg is zajlik ilyen beruházás, ugye kedvezményes befizetéssel az önkormányzat kiegészítette a kivitelezéshez szükséges költséget. Biztos vagyok abban, hogy folytatódni fog. Ugye a költségvetésünkben egy bizonyos keretet tudunk minden évben meghatározni. Ez a keret a tavalyi évben teljes egészében kimerült, azzal együtt, hogy majdnem a duplájára emeltük évközben. Az idei év is úgy néz ki, hogy kimerült és le van fedve kivitelezési munkálatokkal. Ha többen jelentkeznek, akkor nyilván megvizsgáljuk, hogy kell-e emelni ebben az évben is ezt a keretet, és tudunk-e fogadni újabb beruházási lehetőségeket. De mindenképpen azt kérem azoktól, akik szeretnének csatlakozni, hogy keressék az önkormányzati képviselőjüket, hozzák az igényt, és folyamatosan vizsgáljuk. Tehát mindenképpen lesz, volt és lesz is lehetőség arra, hogy kedvezményes szennyvízbekötés legyen. A város lakosságának körülbelül 10-15% az, aki még nem tudott valamilyen formában kapcsolódni a szennyvíz vezeték hálózathoz, de én bízom abban, hogy hamarosan kiírásra kerülő energiafejlesztési pályázatok, hiszen abban lesz majd benne a szennyvízhálózat, illetve az ivóvízhálózati rekonstrukciós lehetőség is, meg fogja adni azt a keretet, amivel végre tudjuk hajtani a lehetőségeinket, és azt az elképzelést, amelyet mindenképpen szükséges, hiszen nagyon elhasználódott a város szennyvízhálózata. Látjuk a Széchenyi sugárúti javításokból például. Többen érdeklődtek egy új közlekedési tábláról, amely a Varró utcán a Varró István Technikum szakképzőiskola és kollégiumnál lett kihelyezve. Mit is jelent pontosan ez a közlekedési tábla, illetve miért vált szükségessé ennek a kihelyezése? Egyáltalán mi az eljárási menete egy új közlekedési tábla kihelyezésének? És hogy számíthatnak-e máshol is a közlekedők a közeljövőben hasonló változásokra, új táblák kihelyezésére? Kezdjük a kérdést hátulról, visszafele haladva. Mindenképpen számíthatnak arra, hogy lesznek változások a közlekedési rendben Karcagon, hiszen folyamatosan monitoringozzuk és figyeljük azt, hogy hol szükséges beavatkozni. Ugye ilyen beavatkozások voltak a Nagykun Református Gimnázium mellett a Horváth Ferenc utcánál, ugye osztott sávra kellett osztani azt a részt, lezárni egy bizonyos részét, mert akadályozta a közlekedést, vagy ilyen volt a Szabó József utcának az egyirányúsítása, és a végén ugye az osztott pályáról a kanyarodási lehetőség, és ilyen volt a Varró utcán is egyébként a balra kanyarodni tilos tábla kihelyezése és megtiltása a forgalom az irányba való tovább haladásának, hiszen az is akadályozta a forgalmat. Most azzal szembesültünk a Varró utca bentebbi szakaszán. Egyébként nyilván a parkolóépítés azért én azt gondolom, hogy sokat javít ezen a helyzeten, hiszen a református iskola, a két iskola között is megépült a parkoló egészen a Essen épületéig, tehát egy meghosszabbított parkoló került kialakításra. A Varró iskola mögött is kialakításra került a parkoló, illetve a bölcsödénél is kialakítottuk a parkolót, ahol egyébként fogjuk majd folytatni. Tehát itt egy olyan közlekedési káosz alakult ki reggel és a délutáni órákban, ahol nagyon nehéz volt a párhuzamos közlekedés, pont azon a szakaszon, az iskola előtt, ahol egyébként még a sövény is akadályozza az út szélén való parkolást, hiszen egy kicsit mindig beljebb állt mindenki, hogy minden ajtót ki lehessen nyitni. Itt volt eddig tábla egyébként, megállni
ha jól emlékszem, várakozni tilos tábla, bocsánat, egy várakozni tilos tábla volt, ami az egész utcára vonatkozott, legalábbis arra a szakaszára. Ezt a táblát cseréltük le egy megállni tilos, 80 méter megállni tilos táblára, tehát ez a Forint utcai kereszteződéstől a Kollégium bejáratáig tart, és abban segít az arra közlekedőknek, hogy a párhuzamos közlekedés normálisan elférjen egymás mellett, illetve segít abban, hogy a bölcsődéhez való be- és kikanyarodás, hiszen ott is mennek a gyerekekért, és ugyanebben az időpontban mennek a gyerekekért, tehát az onnan való ki- és bekanyarodás az belátható kereszteződésben, és folyamatosan tudjon zajlani. Tehát mindenképpen szükség volt ennek a 80 méternek a biztosítására. Tudom, hogy ez egy pici nehézséget okoz, és meg kell szokni mindenkinek ezt az új közlekedési helyzetet, de azt gondolom, hogy az iskola környezetében, hiszen a Kovács Mihály iskola előtt is új parkolók lettek kialakítva, aszfaltozott parkolók, a György István katolikus iskola, val szemben a múzeum háta mögött is parkoló lett kialakítva, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki találhat parkoló helyet, egy kicsit lehet, hogy sétálni kell az iskola kapujáig, de nem egy óriási távolságot. Úgyhogy én kérem mindenkinek a megértését, ennek a közlekedési helyzetnek az elfogadását, betartását, hiszen akkor tudunk normálisan egymás mellett és egymásra figyelve közlekedni. Kérdezték többen, hogy lesznek-e a városban új parkolóhelyek kialakítva? Természetesen, ahogy mondtam, folyamatosan figyeljük a közlekedést, hol kell beavatkozni, és természetesen, hogy ilyen a parkolóknak a kialakítása. Ugye alapvetően az volt a cél, hogy az oktatási intézmények környezetében, azoknak az épületeknek a környezetében, ahol nagyon sokan megfordulnak, hiszen láttuk az Ady Endre utcán, ugye új parkoló került kialakításra egy jó minőségű aszfalttal a járási hivatal épületénél, illetve vele szemben az orvosi rendelőhöz is most már jól lehet parkolni és jól meg lehet közelíteni. Ugye az említett iskola környezetében is ilyen parkolók kerültek kialakításra, a Kossuth-Lajos utca aszfaltozásával, a Szent Pál Marista iskola környezetében, illetve a szakképzési centrum környezetében kialakításra került a parkoló, a katolikus templomnál kialakításra került, hiszen ott is mindig bizonyos fajta forgalmi akadályt jelentett a vasárnap délelőtti templomba menőknek a parkolása, vagy a piacnak a parkolási lehetőségei. Tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok parkoló épült, de mondhatnám a Kiskulcsosi iskolánál lévő parkolót. Igen, folytatnunk kell ezeket a parkoló építéseket. Vannak még olyan szakaszok, ahol fontos oda figyelni. De ebben az évben már tervben van például a vasútúti bölcsödének a parkolók kialakítása, hiszen nem sok átadásra kerül ugye az új bölcsöde épülete, de a Varró utcán lévő bölcsödénél is egy elég komoly aszfaltozási munkálatok kezdődnek nem sokára, és ott is parkoló kialakításával együtt fog ez az aszfaltozás megvalósulni. Tehát figyeljük folyamatosan, ahol szükséges ott újakat, ahol szükséges pedig a régieket újítjuk föl. Érdeklődtek belterüli utakkal kapcsolatban is, hogy merre számíthatnak útfelújításokra, aszfaltozásra? Soha ennyi útfelújítás nem volt még egy éven belül, mint amelyet ebben az évben tervezünk. Ahogy mondtam, a toppos pályázatok megírásra kerültek, már itt van a forrás, jelenleg a közbeszerzési eljárások zajlanak, és abban a rendben, ahogy az előző években is elkezdtük, a gyűjtő utakat mindenképpen teljes szélességében és lehetőség szerint teljes hosszában szeretnénk újra aszfaltozni, hiszen ugye többféle utat tudunk osztályozni, hogyha ha szabad így mondanom, hiszen vannak azok az utak, ahol amit csak kevesen használnak, elsősorban az ott lakók abban az utcában. Aztán, ha amikor összébb jön a forgalom és többen vannak, akkor egy kicsit szélesebb utat használnak, és a végén azokat az utakat, amelyet gyakorlatilag mindenkinek használni kell ahhoz, hogy a város egyik pontjáról a másikra eljusson. Ezeket a nagy forgalmú utakat kell első körben felújítanunk.
Ennek egy része már megtörtént, akár a Kossuth-Lajos utcát nézzük, akár a Deák körútnak egy részét. Ezt fogjuk most folytatni. A Széchenyi sugárút is elkészült, hogyha jó emlékeim nem csalnak, hogy ott a Vasút utca a épülő bölcsőde környékén. Na, szóval ezt fogjuk folytatni a Zöldfa út teljes felújításával, hiszen akkor tudunk bizonyos intézményeket, kulturális épületeket összekötni egymással. A Szivárvány utat kell mindenképpen folytatnunk, hiszen egy nagy forgalmú út a városba bejövet. A Varró utcát, amit említettem, a bölcsőde környékét mindenképpen aszfaltoznunk kell. A Kórház út környékét, hiszen ott a körforgalomtól, tehát a Madarasi körforgalomtól egészen a kórház bejáróig nagyon forgalmas útról beszélünk, ugye aki a Nagyvénkerti részt szeretné megközelíteni. A kórház előtti parkoló részt helyre kell tenni, ugye az előbb beszéltünk a parkolókról. És hál' Istennek van ebben a pályázatban még tartalék, tehát amikor végeztünk ezekkel az útszakaszokkal, akkor tudjuk megnézni azt, hogy a fönnmaradó költségből melyek azok az utak, amelyeket még újra tudunk aszfaltozni. Nagyon rossz állapotban van a Takács Péter úti óvoda melletti útszakasz, tehát nyilván arra is kell majd fordítanunk ebből a költségből. És van egy másik pályázatunk, az úgynevezett szegregátumok felzárkóztatását segítő pályázat, amely két részre bomlik. Egyrészt programokat lehet szervezni, különböző előadásokat és bizonyos fajta segítségnyújtást, jogi, orvosi, gazdasági segítségnyújtást. A másik része pedig egy útfelújítási program, amely elsősorban a déli, illetve az északi városrésznek a útfelújításait, aszfaltozásait fogja jelenteni. Tehát nagyon sok aszfaltozás lesz. Amikor legutoljára összeadtam, akkor ez egy ilyen 300 millió forint környéki aszfaltozást jelent ebben az évben Karcagon. Ehhez csatlakozik majd egy járdafelújítási program, hiszen a költségvetés tárgyalásakor elfogadta a képviselőtestület azt, hogy olyan mértékű járdafelújítást terveztünk, amely nagyon régen volt már a városban. Egy közel 40 millió forintos járdafelújítási programot fogunk elindítani, amely a város minden körzetében több száz méter út járdaszakasznak a felújítását fogja jelenteni. Lehet-e pontosan tudni, hogy mely részeket fogja érinteni a járdafelújítás? Ezt vizsgálják most a közterületfelügyelő munkatársaink, természetesen az önkormányzati képviselőkkel közösen. Itt is ugyanaz az elv, mint az utaknál, tehát a legforgalmasabb járdákat, azokat a szakaszokat, amelyeket nagyon sokan használnak, és amelyek nagyon rossz állapotban vannak. Elsősorban azokat az utakat szeretnénk folytatni tovább, amelyek az utolsó, tehát nagyjából egy két-két és fél évvel ezelőtti járdafelújítási pályázat után kerültek megvalósításra, és nyilván ezeket szeretnénk most tovább folytatni. De ha ennél rosszabb szakaszokat találnak a szakemberek, akkor nyilván ott kell beavatkoznunk. Egyik kedves nézőnk arra lenne kíváncsi, hogy hová forduljon, ha a lakó ingatlana mellett elhaladó úttal kapcsolatban lenne bejelenteni valója. Az a problémája, hogy az úttesten a csatornafedő mélyebben fekszik, mint az úttest szintje is. Emiatt nagy zajt keltenek a ráhajtó járművek, kamionok. Tud-e az önkormányzat ennek a problémának a megszüntetésében segíteni? Elsősorban az útkezelőjét kell keresni. Ez ugye, városban két útkezelő van, az egyik maga az önkormányzathoz tartozó utak. Ott természetes, hogy akár engem, mint polgármestert, akár a képviselőt, a terület képviselőjét, önkormányzati képviselőjét lehet keresni, fogadó óráján, vagy akár levélben is. A másik pedig a magyar közút, ugye nagyon sok olyan út szakaszunk van a városban, amely állami fenntartású út, a megyei közútkezelő az, akit ebben az esetben keresni kell. Ugye itt nagyon sok ilyen útról beszélünk, hiszen a Madarasi út, Kisújszállási út, Püspökladányi út, Dózsa-György út,
az mind állami fenntartású, tehát ha ezekkel az utakkal van problémája a tisztelt kérdezőnek, akkor a megyei közútkezelőt kell keresni, de ebben is tud természetesen a polgármesteri hivatal segíteni, tehát ha hozzánk jön ilyenfajta kérés, akkor természetesen továbbítjuk a közútkezelőnek. Legtöbbször egyébként tudnak ebben segíteni, hogyha ha róluk van szó. Ha karcagi útról van szó, akkor nyilvánvalóan nekünk kell segíteni, meg kell vizsgálnunk azt, hogy mely útszakasz, hogyan kell megtervezni, be kell vonni esetleg ebbe az apnafedőbe a szolgáltatót, mondjuk a TRV-t vagy a gázszolgáltatót, hiszen általában ezek vannak a útburkolat alatt, és ott nyilván az apna pedig az útburkolat szintjében, néha a szintje alatt. Tehát ebben természetesen el tudunk járni, keresni kell a polgármesteri hivatalt, vagy a önkormányzati képviselőt. Kérdés érkezett az M4 karcagot elkerülő szakaszával kapcsolatban is. Hol, milyen dokumentációban tekinthető meg az a nyomvonal, hogy pontosan merre fog haladni, illetve mikor kezdődik a kivitelezés, mely szakaszban tart jelenleg a megvalósítás, és mikorra készülhet el a tervek szerint? Egy koncepcióterv a polgármesteri hivatal aulájában ki van függesztve, ezt mindenki természetesen megnézheti, szabadon fotózhatja, bogarázhatja, vizsgálhatja ezt a térképet. Ez egy koncepcióterv. Ezt készítette el első körben a minisztérium, ezt bocsájtotta a rendelkezésünkre. Egyébként jelenleg a tervek pontos kivitelezése, a kiviteli tervek elkészítése zajlik a minisztériumban, ezzel nagyjából év végére, 2025 elejére kell végeznie a megbízott mérnöki irodának. Akkor fogjuk látni azt, hogy hajszál pontosan merre fog menni ez az út, hiszen ehhez különböző talajmechanikai vizsgálatokat kell elvégezni, egyeztetni kell a szakhatóságokkal, a Nemzeti Park vonatkozásában, hiszen nagyon sok olyan területről beszélünk, amely környezetvédelmileg mindenképpen kell, hogy megóvásra kerüljön az ott élő állat, illetve növényvilág miatt. Tehát a hajszálpontos útvonal az nyilvánvalóan akkor lesz majd közszemlére téve, de nagyon nem fog változni. Tehát ami a polgármesteri hivatalban látható, az majdnem azt mondom, hogy a végleges. Ugye, aki Kisújszállás irányába, Szolnok irányába közlekedik a 4-esen, az láthatja, hogy rohamosan halad az útépítés, hiszen már nagyon sok helyen aszfaltoznak, nagyon sok helyen lehet látni azt a nyomvonalat, ami a Kisújszállásig érő M4 utat jelenti. A tervek szerint, és nekem ez a legutolsó információm, hogy amikor Kisújszállást eléri az M4, ami egyébként nekünk karcagiaknak már egy nagyon-nagyon vonzó közelséget jelent, hiszen pillanatok alatt el lehet érni a Kisújhegyi csomópontot. Tehát ahogy eléri az építés a Kisújszállási csomópontot, ez 2026 közepe, 2026 végére tehető, addigra el kell készülnie a közbeszerzési eljárásnak, ki kell választani a kivitelezőt, és abban a pillanatban legkésőbb kezdeni kell a karcagi szakasz kivitelezését. Tehát ha minden jól megy, akkor 2026-ban elkezdődik a karcagot elkerülő M4-es útnak az építése is. Ami ennél számunkra sokkal fontosabb, hogy a karcagot elkerülő útnak az építését is el kell kezdeni legkésőbb ekkor, hiszen jó lenne, hogyha egyszerre épülne. Sőt, én azt kértem a minisztériumtól, és ez irányban próbálunk egy picit hatni a döntéshozókra, hogy lehetőség szerint hamarabb készüljön el az elkerülő út, hiszen az útépítéshez majd valahol hozni kell a különböző építő anyagokat. Követ kell szállítani, betont kell szállítani, földet kell szállítani, és nagyon jó lenne, hogyha ezek a szállítások, amelyek esetleg északról kerülnek ide a nyomvonalra, az nem a városon keresztül kerülne szállításra, hiszen látjuk, hogy így is megnőtt a forgalom a városban, egyre több kamion az, amely keresztül megy a városközponton, mert nem tud más felé menni gyakorlatilag. Tehát én azt szeretném, és én azt gondolom, hogy minden karcagi ezt szeretné, hogy ez az építés, ez ne zavarja a város életét, tehát lehetőség szerint az elkerülő úton történjenek már ezek a szállítások.
tárgyalunk folyamatosan, értik és érzik ennek a súlyát a szakhatóságok is. Én bízom benne, hogy a döntések is így fognak megszületni. Beérkezett egy kérdés arról, hogy a főtéri húsbolt épülete miért van körbekerítve. Mit lehet tudni erről az épületről, mi lesz a sorsa? Ja, nem is a húsbolt épületével kezdeném, hiszen mellette a járásbíróság épülete található, amelyet annak idején kimondottan járásbíróságként épített föl az akkori igazságügyi tárca, és mindig is így funkcionált. Azt viszont ők is látják, és nyilvánvalóan a döntéshozók is látják, hogy ez az épület ehhez a funkcióhoz kevés. Tehát mindenképpen bővíteni szükséges, a bíróság és az ügyészség munkáját könnyítendő. Ebben az irányban gondolkodott a magyar állam, amikor megvásárolta ezt az épület tömböt, hogy lebontja, és az új épület egybekötve a már meglévő bírósági épülettel egy nagyon szép, impozáns új ügyészségnek és a bíróságnak elhelyezést adó épületet fogadni. Ugye ez a tranzakció, ez meg is történt 2020 végén, a magyar állam megvásárolta a Karcagváros önkormányzatától ezt a területet. Tehát ez már nem az önkormányzat birtokában van, ez az épület együttes. Sajnálatos módon a Covid és a gazdasági helyzet úgy alakult, hogy az épületet nem tudták elkezdeni megépíteni, és ahhoz már nem akartak hozzákezdeni, hogy a meglévő épületet elkezdjék felújítani, és olyan formába hozzák, hogy ez továbbra is lakható legyen. Ugye jelenleg életveszélyes állapotnak minősítették a tetejét, ugye ezért kellett egy kicsit megerősíteni, és úgy néz ki, hogy nem sokára el is fogják kezdeni lebontani, hiszen megegyeztünk a bent lévő üzlettulajdonosokkal is, közösen kerestünk elhelyezési lehetőséget, van, aki meg tudta oldani saját erőből, van, akinek nekünk kellett segíteni, hogy a Tóbiás bolt már elköltözött, és nem sokára új helyszínen fog nyitni. A húsboltnak is megtaláltuk a új bérleményt, ők is azt kezdik felújítani, és utána átköltöznek abba az épületbe. Hogyha ezek megtörténnek, akkor elkezdődik nagy valószínűséggel az épület bontása, és ahogy tárgyalunk az ügyészséggel, illetve a bírósággal, és az őket összefogó nemzeti vagyonkezelővel, szerintem nem soká maga a bontás is, és aztán várhatóan az építkezés is el fog kezdődni, hiszen ez irányban egyeztetünk folyamatosan.